Üdvözlök mindenkit! 2011. január 4-e van, egy szép keddi nap. USA dollár, japán jent, láthatjátok. Ó, nem, bocsánat, ez a silver, tehát az ezüst USA dollár napi felbontásban. Itt a képernyő legtetején ez a sárga vonal, ugye amit láttok, ez a Fibonacci tettem be nektek. Ebben az esetben a Fibonacci retracement, tehát a visszatest level szint, ugye az ezüst USA dollár esetében 26 dollár környéki árfolyam lesz, ha az árfolyam megcsinál egy komolyabb korrekciót. Ugye majdnem a folyamán láthatjátok itt ezt a nagy gyertyát, hogy úgy mondjam, a dollár erősödni tudott az ezüsttel szemben. De az ezüst elég szépen, amit láthatjátok az elmúlt 3-4-5 hónapban, egy elég szép masírozást vitt véghez, és ugye 17-18 dollár környékéről indult az árfolyam, és egészen 31 dollár fölé sikerült néznie december végén ennek az árfolyamnak. Na most, amit látom még ugye a további két indikátor, az egyik az a 30 napos átlagos mozgás, ez a sárga vonal az, ez az alsó vonal pedig ez a 200 napos átlagos mozgás mutatja. Na most azt tudnotok kell, hogyha ugye ezt a sárga vonalat, a 30 napos átlagos mozgás sárga vonalát, ugye, amit látjátok, az árfolyam folyamatosan tesztelte itt az elmúlt 3-4 hónap alatt, és ugye egyszer sem sikerült a dollárnak komolyabb erősödést felmutatni az ezüsttel szemben, és az ezüst árfolyama szépen lassan kullogott felfelé. Na most, azt nem mondtam el nektek, de az elég fontos, hogy a kereskedő válogatja, hogy melyik átlagos mozgást ugye nézi, valaki az 50 napos teszi be, ugye most a kereskedők mondják, hogy az arany esetében az 50 napos átlagos mozgás viselkedik úgy, mint egy rezisztencia, tehát mint egy ellenállás. Itt az ezüst esetében a 30 napos láthatjátok. Én leginkább a 30 napost és a 200 napos szoktam használni, de természetesen ti betehetitek az 50 napost is, valaki a 60 napos nézi. Akinek mi működik jobban, úgy mondjam. Na most az ezüstről ennyit, erről ennyit, nem tudom, emlékeztek-e, annak én, aki nézte a videóimat, mondtam nektek, hogy ugye érdemes befektetni nemes fémekbe folyamatosan, ez a játék, ez egész addig fog működni, amíg vissza nem hozzák, úgymond az érméket, ha valaha is visszahozzák ugye a nemesfém alapú érméket. Amíg ez nem történik meg, ugye addig nem probléma a nemesfémek, vagy akárminek az ára teljesen, hogy mit mondasz, milyen hitelnek vagy dolognak az ára folyamatosan menni fog felfelé, ugyanis a papírpénzek állandó inflációs nyomás alatt vannak. Az USA dollár japán jent láthatjátok napi felbontásban, ugye ezt is be kell mutatnom nektek, hogy a kereskedéseim, hogy ott vannak a kis háromszögek végig, ugye annak idején felvettem a long pozícióimat, továbbra is tartom őket. Egész egyszerűen azért nem szálltam ki itt, mert ezt megkaptam itt is a dolgot, hogy miért nem szálltál ki ember itt 84-30 környékén, ugye amikor fölment az árfolyam is. Azért nem szálltam ki, ugye, mert a három pozíciómból az egyik veszteséges lett volna, ugye, a másik az kicsit nyereséges, ha nyereségnek lehet nevezni, ugye azt a nem is tudom mennyi pipet, talán 25 pipet, vagy 20-25 pipet, amit nyertem volna rajta, és ugye a harmadik pozícióm, a legalsó pozíciómon nyertem volna jelentősebbet. Tehát én emlékeztek a 10 szabályból az egyiknél, legalább 5-szörös profitot kellene ugye termelni ahhoz, hogy a Forex-en megérje játszani, mivel ugye, tehát ahogy próbálkozol, nyitott zárad a pozíciódat, jó néhányszor bizony be kell áldoznod a pozíciódat ahhoz, hogy ugye úgyhogy egyszerűen ne bukd el, tehát meg kell szabdod magadnak azt a bizonyos árat, hogy akkor mégis hol zárad be a pozíciódat, vagy hol nyitod a pozíciódat, ugye. És nem mindegy, ugye láthatjátok az USA dollár esetében én háromszor egymás után veszteséggel szálltam ki, ugye, mert az USA dollár folyamatosan erősödni tudott az euróval szemben, és olyan 1.18 környéke, ha jól emlékszem, akkor ott fordult meg a semmiben az árfolyam, ugye hiába volt a következő nagy ellenállás 1.15 környékén, ha jól emlékszem. Ő 1.18 környékén fordították meg ugye az árfolyamot a kereskedők. Na most itt ebben az esetben ugye all-time low-ról beszélgetünk, tehát az USA dollár japán jen egy
all time low ára nézett vissza október végén, ugye, ez a 80-80-10 körüli ár volt, és ugye betettem oda akkor azt a bizonyos sárga vonalt, a Fibonacci-t, amit ugyanúgy most betettem nektek, és a Fibonacci első szaggatott vonala, tehát az első visszateszt szint, az olyan közel 86-nál lesz, amire elvileg az USD dollár japán jen árnak, árfolyamnak vissza kellene, vagy legalábbis a közelébe vissza kellene tesztelnie. Ott majd ugye megint megcsinálunk egy blogot, és majd megint láthatjátok, hogy mégis mit fogok tenni, mit fogok csinálni. Na most, mit is szerettem volna elmondani, visszateszem nektek ide az ezüst, de betehetném ide az aranyat is, most tök mindegy, most éppen az ezüstöt nyitottam ki nektek, az ezüst USD dollár árfolyamát. Na most a lényeg, hogy olvastam egy interjút a Soros úrral, ugye, aki ugyanúgy keményen ugye benne van ebbe a csipet csapatba, nem tudom, emlékeztek-e, hogy aki esetleg nem nézte meg az előző blogjaimat, érdemes visszamenni, hogy mégis megértsen, hogy miről beszélek. Ugyanúgy beletartozik abba a bizonyos első csoportba, nagyon szűk kis csoportba, többszörös milliárd, trilliárdos, vagy ki tudja milyen milliárdos elitbe. Na most én azt nyilatkoztam, ugye, hogy az USA dollár jelenleg nagyon gyenge, és már nem tudja betölteni a reserve currency szerepét, ugye az amerikai dollár. Na most ezt el kell, hogy mondjam nektek, hogy azt kezdte el mondani az ember, ugye, hogy SDR-re kéne átállni. Most miért, mit jelent ez az SDR, ez a Special Drawing Rights, ami ugye nem más, mint egy csomagja néhány valutának. Tehát ők fogják, belerakják, most mondok egy példát, az eurót, a dollárt, a japán jent, az ausztrál dollárt, és mondjuk a svájci frankot, csak a példának okáért, és akkor ennek az öt valutának tegyük fel az összértékén ugye kiállítanak ők egy, hát nem tudom, hogy mi lesz ez bankjegyet csinálnak, vagy szeretnének csinálni, vagy mi lesz ebből, vagy csak egy digitális jegy lesz, egy digitális nót, amit kreálni akarnak. A lényeg, ugye Soros úr, ahogy mondtam, ugyanahoz a csapathoz tartozik, tehát akik ugye kontrollálják és kontrollban tartják ezt az egészet, mivel a papír a legjobb dolog, tök mindegy, hogy euróról beszélünk, vagy dollárról, vagy japánról, a papír a legjobb dolog ugye húzogatni az árfolyamokat, ami mögött ugye nincs semmi, csak az ő szavuk, az ő ígéretük, ugye a központi bankok, és ugye a világ vezetői ígéretei vannak itt a dolgok mögött. A lényeg, amíg ők papírt szolgáltatnak teljesen, hogy mit írnak nekem arra a papírra, lehet annak a papírnak bármilyen neve, én addig továbbra is szépen fogom vásárolgatni és raktározni a bankjegyeimet, tehát még egyszer a bankjegyeimet, ami mögött ugye nincs semmi, akár forint, akár dollár, akár euróról beszélünk, továbbra is fogom átváltogatni olyan dolgokba, aminek valós értéke van, akár nemesfém, akár a második csoportra emlékeztek, amit említettem nektek, lehet ez akár, nem tudom, alkohol, tehát hosszan megmaradandó és eltartható áruk. Ugyanerre kérlek benneteket is, tehát ez a 25-30 ember, aki itt állandóan figyeli a tőzsdeblogot és ugye követi, ha jól néztem, körülbelül ennyi ember van, aki általában 2-3 héten belül meg is nézi az új és új blogokat. Ezt kérem tőletek, hogy továbbra is teljesen, hogy 1000 forint felesleges pénzetek van, vagy 100 000 forint felesleges pénzetek, teljesen, hogy mennyi az a bankjegy, ami éppen rendelkezésetekre áll, és az is mindegy, hogy az éppen eurónak hívják, dollárnak hívják, vagy forintnak hívják, mindenféleképpen váltogassátok át ezeket a dolgokat, ezeket a papír darabocskákat olyan dologra, aminek komoly értéke van, tehát valós értéke van, és nem attól függ, hogy most az Orbán Viktorék éppen mit csináltak, most csak egy példát mondok, hogy csődbe vitték az államot, a magyar államot, és akkor most a forint tegyük fel hirtelen 50%-ot, vagy 80%-ot romlott. Ezt mondhatom ugyanúgy a japán esetére is, vagy a
vagy a dollár esetében is, teljesen, hogy melyik papírpénzt nézzük. Egyik rosszabb, mint a másik. A kézzel fogható dolgokhoz képest, akár még rézről is beszéltek vasról vagy tűzifáról, ahhoz képest folyamatosan értékelődnek le ezek a valuták, és folyamatos inflációs nyomás alatt vannak. Ezt nagyon fontos megérteni, mert aki ezt nem érti meg, az hiába kereskedik, teljesen, hogy kereskedsz részvényekkel, akármivel, a végén az a bizonyos mennyiségű bankjegyed, akár digitálisan, vagy van nálad a számítógépen, látod, hogy kinyitod a számlát, és ott van, vagy akár a zsebedben van, forintként, eurógyanánként, elértéktelenedik, lenullázódik, ott fogsz állni a semmi közepén, és se fogod tudni, hogy miről van szó. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog, kérlek benneteket, ezt tartsátok szem előtt. Köszönöm figyelmeteket, legközelebb találkozunk, továbbra is tartom, amit látjátok, az USA dollárjapályán long pozícióimat. Sziasztok!